Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, legelőször is a jelenlévők legfiatalabbjait, a legifjabbakat közöttünk. Szeretnék nektek egy igeverset olvasni példabeszédek könyvéből, a 16. fejezet 9. versét, ami így hangzik. Az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Elolvasom még egyszer ezt az igeverset, hogy jobban meg tudjuk figyelni. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Azért nagyon nagy ige ez, mert leírja nekünk azt, hogy hogy is alakul a mi emberi életünk. Van része a dolgoknak, hogy mi mit tervezünk, ugye abban, hogy mi lesz a mi életünk, hogy mi gondolkozunk azon, hogy például mik szeretnénk lenni, merre szeretnénk haladni az életünkkel. Tudom, hogy többen vagytok közöttünk, akik tovább tanulásban vagytok, és az utolsó napjaitokat élitek, hogy hova adjátok be a jelentkezéseket. Tudom, mert az én fiam is ebben van, és tudom, hogy ez nagyon nagy stressz most, hogy vajon hova adjuk be. És úgy gondolom, hogy ez az ige arra bátorít, hogy azért teremtett bennünket Isten értelmes lényeknek, hogy mi gondoljuk meg a saját útjunkat, gondolkozzunk azon, hogy vajon Isten milyen képességekkel ajándékozott meg bennünket, és mit szeretne a mi életünkkel elérni. De hát ki az, aki átlátja a saját élete jövőjét? Van olyan valaki, aki azt merné mondani, hogy én tudom, hogy nekem mi lesz a jó, és tudom azt, hogy én milyen vagyok mindenestől fogva? Azt hiszem, hogy ez az, ami továbbtanulás esetén nagyon megrettentő lehet, hogy biztos, hogy jól fogok-e választani. Én is emlékszem, hogy annak idején, mikor egy pályaválasztás előtt álltam, a Jóisten engem egy idős nénin keresztül tanácsolt, aki valamit felfedezett bennem, hogy mi való nekem, és nagyon hálás vagyok a mai napig ezért. De azt hiszem, a legnagyobb örömhír ebben a versben, hogy mi gondolkodhatunk, tervezhetünk, célokat kitűzhetünk, de az az igevers második része, de az Úr igazgatja annak járását. Mi kigondolhatjuk az utunkat, a célunkat, de annak a járását, amikor már egy úton rajta vagyunk, hogy merre megyünk, és hogy biztos, hogy azon az úton fogunk-e végigmenni, amit mi gondoltunk magunknak, azt már az Úr igazgatja. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy a saját életemben ezt tapasztaltam. Talán egy picikét röviden elmondom nektek a saját életemet, hát ha ez segítség lesz nektek most. Ugye alapvetően én egészségügyi szakközépiskolába jártam, azzal a célom, hogy majd védőnő leszek. És ezt a védőnői hivatást nekem egy néni találta, aki járt hozzánk sokat, és azt gondolta, hogy nekem erre van képességem. És mire leérettségiztem volna, pontosan abban az évben emelték főiskolai szintre a védőnőképzést. Én egy szakközépiskolába jártam, nem voltam rossz tanuló, de a fizika az mindig is a gyengén volt, a mai napig se értem, meg nem is tudom az elektromosságot, meg főleg föl se tudom fogni. És ugye hát ahhoz, hogy én főiskolára menjek védőnőnek, ehhez fizikából kellett volna emelt szintű érettségit tenni. Na hát erre még az osztályfőnököm is azt mondta, aki a matek fizika szakos tanárnő volt, hogy ezt azért ne próbáljam meg, mert ez biztos nem fog sikerülni. Úgyhogy hát akkor az volt, hogy leérettségiztem egy ilyen kitűnő érettségivel, és azzal a céllal, hogy akkor majd én megyek védőnő képzőbe, de közben elmentem dolgozni. És hát az a helyzet, hogy ugye a mi szüleink parasztok voltak, és nyáron kint dolgoztunk egész nyáron a mezőn, és képzeljétek, én még akkor nem tudtam főzni, ezt nagyon szégyen, de nem tudtam, mert mindig az anyu főzött, és hozta ki nekünk az ebédet. És azt mondtam, amikor elmentem dolgozni, hogy itt az ideje, hogy most megtanuljál főzni. Na hát gondolhatjátok, hogy kínlódtam vele, délutános heteken kellett főznöm otthon, mentem ugye egy órás busszal, kettőre, és egész délelőtt főztem. És csodálkoztam, hogy anyu miért tudja két óra alatt megfőzni, én meg csak négy óra alatt bajlódok vele, főleg amikor tésztát kellett nyújtani. Na hát ugye ezzel eltelt így az idő, és hát csak azon vettem észre magam, hogy december van. És én még sehol se tartok azzal, hogy én akkor tovább tanuljak főiskolán, úgyhogy ezt a dolgot elejtettem, és elmentem egészségügybe, ugye egészségügybe dolgoztam, csecsemő és gyermekgondozó voltam, és hát végül is megelégettem ezzel, mert én nagyon szerettem a kisbabákat. Állami nevel gyerekeket gondoztam, 12 gyerek volt rám bízva, ilyen kis pici babák, nullától 12 hónapos korig, és ez úgy nagyon-nagyon teljes volt az életem, nagyon szerettem, voltak kedvenc gyerekeim, fényképük mai napig megvan, de a Jóisten valami más látott rólam. Mert egyszer csak
egy nagyon csúnya fertőző betegséget összeszedtem. Az történt, hogy megfáztam, de annak volt egy előzménye, hogy előtte vért adtunk a munkahelyünkön, és ez november volt, és nagyon sok vért levettek tőlem, egy ilyen 2,5 decit, nem gondolták, hogy én gyenge vérképző rendszerű ember vagyok, és nem tudtuk, hogy mi a probléma, vérszegény lettem, és ennek következtében lettem beteg, de miután annyira szerettem a munkámat, én jártam dolgozni betegen, hát ugye szedtem közben a gyógyszert, és hát innentől kezdve nem másztam ki a betegségekből. Tehát egyik torokgyulladás a másik után, egyik gyógyszer a másik után, úgyhogy amit addig úgy tanultam az iskolában, hogy milyen antibiotikumok vannak, azt mindegy szálig beszedtem. És hát ugye szedegettem ezeket a gyógyszereket, míg nem egyszer egy reggel arra ébredtem föl, hogy mindenem fáj. Az összes nyirokcsomóm, ami létezik a nyakamon, meg mindenhol, ahol van. Hát ugye elszaladtam az orvoshoz, és hát nagyon megijesztett, mert azt kérdezte, hogy csak nem leukémiás vagyok, mert hogy ez annak a tünete. Hát kiderült, hogy nem az vagyok, hanem egy nagyon súlyos vírusfertőzést kaptam, aminek a következtében el kellett hagyjam a csecsemő és gyermekgondozást. Hát ez nekem nagyon nagy fájdalom volt akkor, hogy én ezt ott kellett hagyjam, mert ez volt az életem. Én úgy gondoltam, hogy ezzel teljes az életem, de a Jóisten másként látta. És hát elég sok idő eltelt, mire aztán helyreztették az egészségemet ebből a vírusfertőzésből. Utána egy idős otthon épült a falunkba, és oda mentem el dolgozni. Az ott helyben volt, és eleinte nagyon kedveltem, de egy idő után azt éreztem, hogy én ezt nem tudom sokáig végezni. Megértettem azt, hogy én nem tudom ezeket az idős embereket úgy szeretni, ahogyan kellene. És mivel ezt éreztem a lelkembe, ezért fölmondtam. Ugye ezzel már eltelt így majdnem 4 év az életemből, az érettségi után, és még mindig nem tudtam, hogy most mit fogok csinálni, pedig előtte nagyon jól tudtam, hogy amit én csinálok, azt nagyon szeretem, és emlékszem, hogy akkor mennyit imádkoztam a Jóistenhez. Mert ugye volt egy egészségügyi alapképzésem, egy szakközépiskola, nagyon sok felé mehettem volna, legalább 30 felé. Most hova menjek ebből? És könyörögtem a Jóistennek, hogy mutassa meg, hogy mi legyen az életem, hogy most merre menjek. És képzeljétek, akkor hívtak meg az egyházban gyülekezeti szolgálatra. Nem lelkésznek, mert lelkész képzőt még akkor nem végeztem, csak levelezőn végeztem a Sola Scriptura főiskolát, de akkor meghívtak engem egy ilyen gyülekezeti szolgálatba, aminek a következménye lett egyenes folytatásaként az, hogy a közösségünkben mint lelkész szolgálok. És így, ahogy nektek elmondtam, így láthatjátok azt, hogy én ezt nem terveztem soha így. Én nem gondoltam, hogy a Jóisten ilyen dologra hív. De tudjátok, hogy mire jövök rá, hogy az a 4 év az életemből, amit egy másik területen töltöttem, az nem hiába való. Mert a mai napig nagyon szeretem az egészségügyi dolgokat. Ezért tudok főzőköröket is tartani, meg ezért érdekelt mindig a természetes gyógymód, mert hogy ezt alapvetően tanultam, és arra jöttem rá, hogy ez része volt az én életemnek, hogy a Jóisten azokat az ismereteket nekem megadta, amik ahhoz szükségesek, hogy később többféleképpen tudjak az emberek között szolgálni. És ezzel szeretnének benneteket biztatni, tovább tanulok. Ugye nekem is vannak fiaim, akiknek ilyen és olyan az életem, most ezt nem akarom elmondani, hogy melyiknek hogy alakult, ők is terveztek valamit, aztán a Jóisten máshova helyezte őket, de én biztatni szeretnélek ezzel benneteket, hogy csak gondolkozzatok azon, hogy mi lenne jó nektek. Ebben ne restüljetek meg, nézzetek utána, hogy mi az, ami nektek való. De a legfontosabb dolog, amit a szívetekre szeretnék helyezni, hogy higgyetek abban, hogy az Úr fogja igazgatni. Esetleg, ha nem találjátok el elsőre, ami nektek való, a Jóistennek lesz arra gondja, hogy titeket majd ezzel a nagyon szép kifejezéssel vezet, hogy igazgatni fog. Ugye milyen szép ez a kifejezés? Igazgat. Ha valahogyan egy kicsit másfelé akarunk mi menni. Nem rossz szándékból, lehet, hogy nagyon jó szándékkal. Akkor az Úr megigazítja. Valami nem arra megy, akkor igazítja. Ilyen és olyan módszerekkel. Úgyhogy én szívemből kívánom nektek, hogy ti is ezt tapasztaljátok. Én hiszem, hogy a szüleitekkel együtt imádkoztok azért, hogy hova menjetek, hogy mit csináljatok. De a legnagyobb ajándék, hogy az Úr igazgatja.
a mi járásunkat, és én szívből kívánom, hogy a titeket is tudjon igazgatni az ő kegyelméből. Amen.